Elfogytak a betegek a gyermekházi orvosi rendelőkből. A téli szünet előtt rekordszámú megbetegedés volt, most azonban pang a rendelő. Pár hét múlva azonban minden bizonnyal ismét megtelnek a várótermek, hiszen nagyon hideg van, és a gyerekek épp úgy, mint a felnőttek, az ünnepek után visszatérnek a közösségekbe, mely kedvez a vírusok szaporodásának. Szeptembertől karácsonyig nagyon sok beteg volt a házi gyermekorvosi rendelőkben. Hál' Istennek a szünet nagyon jót tett, a szünet és a beköszöntött hideg nagyon jót tett a betegségeknek. A betegek létszáma megcsappant, ezen a héten megcsappant, sokkal kevesebb beteg van, mint a szünet előtt volt. Ezek a hőingadozások biztos, hogy nem tesznek jót a betegségek kialakulásának. Mindenképpen rendkívül fontos, hogy a gyermekek rétegesen öltözzenek, fogyasszanak megfelelő vitaminokat. Vagyis sok gyümölcsöt és zöldséget kell fogyasztani, de akár mesterségesen is lehet pótolni a vitaminokat, melyek mindegyike a patikákban megtalálható, mondta dr. Muzsai Géza, aki hozzátette, leginkább vírusok okozták a problémákat, melyeket tüneti szerekkel könnyen lehet gyógyítani. Karácsony előtt rendkívül érdekes és rendkívül széles volt a betegségnek a palettája. Itt az enyhe felső légúti huruttól, vírusfertőzéstől elkezdve azt tudni kell, hogy az esetek 90%-a az vírusfertőzés, arra gyógyszert adni, tehát én gyógyszert az antibiotikumra értem, azt nem szabad adni, azzal csak kárt okozunk, igaziból tüneti szereket kell alkalmazni, tehát szükség esetén lázcsillapítás, orrcsepp, orrspré, ezek a tüneti szerek. De tudni kell azt is, hogy karácsony előtt rendkívül sok volt a tüdőgyulladás, ami igen komoly betegség, főleg gyerekkorban, mondta dr. Muzsai Géza. Ezért, ha a tüneti szerek alkalmazása mellett pár nap múlva nem csillapodnak a tünetek, mindenképp orvoshoz kell menni.